Önök a Kultúrszobát, a Tolnatáj Televízió kulturális magazinját látják, köszöntöm nézőinket. Mester 3-assal kerül be az idei országos antológiába a Bartina Néptánc Egyesület. 2019-ben a gyerek, az ifi és a felnőtt csoport is képviselteti magát egy-egy koreográfiával az ország egyik legrangosabb néptánc bemutatóján, az országos antológián. Ismét büszkék lehetünk az ország egyik legnívósabb néptánc egyesület vezetésére, a koreográfusokra és a táncosokra. A Bartina történetében elengedhetetlenek, és már hozzászoktunk a hangos sikerekhez. Számos koreográfia került már be antológiába, most azonban Mester 3-assal képviselheti magát Magyarország egyik legmeghatározóbb néptánc együttese az országos antológiában 2019-ben. 2018 tavaszán Pápán, az ifjúsági, országos ifjúsági fesztiválon részt vett a Bartina táncegyüttesnek ifjúsági csoportja, amely várakozáson felül múlta önmagát, hiszen a csapat egy nagyon fiatal ifjúsági korosztályú csapatról beszélünk, a legmagasabb pontszámot érte el, és ezzel a zsűri döntés alapján lehetőséget kapott arra, hogy egy beválogatáson részt vehet. És hát a beválogatás az annyira jól sikerült, hogy a csapat a 2019-ben az országos ifjúsági antológián részt vesz. Azért ez nektek személyes siker is koreográfusként. Igen, személyes siker is, és nagyon-nagyon örültünk annak, hogy egy olyan csoport, akikkel most már évek óta dolgozunk együtt, tudtunk nekik egy olyan koreográfiát készíteni, ami azt gondoljuk, hogy az ő korosztályuknak szól, hiszen párválasztás a témája is, és saját koreográfiával egy fesztiválon ilyen szép eredményt kapni, illetve zsűrizést, amit kaptunk, nekünk is egy nagy lendületet adott, úgy, ahogy a táncosoknak is. A Pápai Fesztivál az ország ifjúsági fesztiváljának a legnagyobbika, és itt a résztvevő együttesek új koreográfiákkal, új művekkel mutatkoznak be. Ezek az új művek úgymond megmérettetik magukat ezen a fesztiválon, és a neves szakmai zsűri pedig eldönti, hogy egy gyűjteményben, egy antológián részt vehet, és hogyha részt vehet, akkor kik azok az együttesek, akik erre méltóképpen úgymond szerepelhettek. Volt már ilyen a Bartina életében, történetében? A Bartina életében már többször volt gyermek, ifjúsági, valamint felnőtt antológián való részvétel, és köszönöm a kérdést, hiszen rögtön megragadnám az alkalmat, hogy idén egy hármas győzelmet, hogyha lehet ilyet mondani, aratott a Bartina, hiszen gyermek, ifjúsági, illetve felnőtt antológián is részt vesznek a csoportok, ami egy óriási nagy siker, és hát ezzel is megkoronázzuk az utánpótlásnak, a minőségi utánpótlásnak az alapjait. Az ifjúsági versenyen egy szokást mutatott be az együttes, pitrozás címmel, ami egy mezőségi népszokás. Még 10 évvel ezelőtt volt szerencsénk mezőségen gyűjteni buzán idős emberektől, és ők mesélték el ezt a szokást. Ezt a szokást nyilván hazajöttünk, átértékeltük, megpróbáltuk, hogy ezt hogyan lehetne színpadon megmutatni, a mai kornak megfelelően megértetni a közönséggel, és így lett formába öntve. De természetesen nem csak a szokások, hanem önmaga, tehát valamilyen tematika köré épülnek a koreográfiák, így például a nagy együttesnek ugye a Kurázsi című koreográfia, amely ugye első helyezett lett 2018 novemberében az 50. Szekszárdi Néptánc Fesztiválon. Vagy éppen a tavasszal előadott Kossuth-díjas Folti Jolán mesejátéka. Joli néni már nagyon-nagyon régóta dolgozik együtt a Bartinával, és mindegyik műve, amit itt készít,
mindegyik kivétel nélkül antológiás szereplést kapott. Ez idén sem volt, és lesz másképp, és ennek tényleg kimondottan nagyon-nagyon örül az egész együttes. Minden korosztálynak külön van erre egy fesztivál, van külön gyerekfesztivál, ifjúsági és felnőtt. Így történt meg az a Mester 3-as idén, hogy a gyerekcsoportunk a Szegedi Néptánc Fesztiválról jutott be, Folti Jolán Hol volt, hol nem volt című mesejátékával az antológiára. Ezt az antológiát február 2-án, vagy március 2-án és 3-án Székesfehérváron rendezik. A csoport vezetői Tóth Mihó Erika és Tóth Zoltán. Az ifjúsági együttesünk Pápáról került be, ez a fesztivál 2018 tavaszán volt. Ők február 23-án és 24-én Békés Csabán fogják bemutatni a Nyemcsok Pál és Nyemcsokné Kárpáti Katalin Pitrazás című koreográfiáját, és a nagy együttesünk is antológiás, ők pedig ugye tavaly novemberben rendezték meg az 50. Szekszárdi Néptánc Fesztivált, és ennek a győztese lett, az egyik győztese lett a Bartina, Kocsis Enikő és Fitos Dezső Kurázsi című koreográfiájával, és ezt Budapesten március 2-án az Operett Színházban fogja bemutatni a nagy együttes. Most abszolút ez van nálatok fókuszban, vagy az antológiára való készülés mellett ott van minden más? Nyilván ez van most elsődlegesen fókuszban, de hát az élet nem áll meg, úgyhogy első körön a farsangunkra készülnek a gyerekek, főleg azok a korosztályok, akik nincsenek benne az antológiákban, nagyobb gőzerővel, a többi csoport pedig ugye a farsang mellett nyilván az antológiára, és hát új év, új élet, új koreográfiák, új táncanyag, új tudás, úgyhogy mindenki egy újult erővel pihenés után kezdi a munkát, hogy aztán a következő, akár ennek az évnek, akár már előre láthatóan a következő 2020-as évnek a fesztiváljaira is tudjon készülni. Hiszen ugye egy fesztiválra, hogyha elmegy az ember, akkor nem egy-két hét alatt, vagy egy-két hónap alatt készül fel, hanem akár egy-másfél év is megelőzheti a táncanyag elkezdésének megtanulásától egészen addig, hogy egy koreográfia összeálljon, és a gyerekek ezt úgy tudják előadni, hogy ilyen szép sikereket érjenek el. Az országban csupán 14 kulturális intézmény vehette át a Magyar Kultúra Napján a minősített közművelődési intézmény elismerést, közöttük a Babits Mihály Kulturális Központ. Ez alkalomból köszöntötte és gratulált Ács Rezső Szekszárd polgármestere a központ dolgozóinak kiemelkedő munkájuk és az elismerés kapcsán. A Magyar Kultúra Napján díjazták a Babits Mihály Művelődési Központot, országosan csupán 14 kulturális intézmény kapta meg a minősített közművelődési intézmény elismerést. A Babits Központ márványtermében Ács Rezső polgármester köszöntötte és gratulált a központ vezetőségének és dolgozóinak kiemelkedő munkájuk és az elismerés kapcsán. Az elmúlt években kifejezetten figyeltünk arra, hogy megméretessünk mindenféle területen, ahol ez lehetséges. Én azt gondolom, hogy arra a munkára, ami itt a városban zajlik, büszkék lehetünk, de az, hogy mi mit mondunk róla, az egy dolog, hogy mit tartanak külsősök, hozzáértők, szakemberek, azt gondolom, az egy fontos visszacsatolás, visszajelzés, és nagyon büszke vagyok arra, hogy az elmúlt években nagyon sok olyan díjat nyert a város, amely visszaigazolt az eddigi munkát, utalhatnék itt az idősbarát önkormányzat díjra, vagy éppen a családbarát önkormányzat díjra, a jövő önkormányzat díjra. Ezek mind-mind azt mutatják, hogy jó úton haladunk, jó döntéseket hoztunk annak érdekében, hogy ezek a társadalmi rétegek, csoportok, vagy éppen a jövő generációja számára a város még jobban, még élhetőbbé tegyük, és meg is tartsuk azokat az értékeket, amelyek jelenleg jellemzik Szekszárdot, de ezen díjak sorába illeszkedik egyébként a rendezvényekhez kapcsolódó Gyémánt Város Marketing díj, és így érünk el a Babitshoz. A Gyémánt Város Marketing díj tulajdonképpen a rendezvények szervezéséhez kapcsolódik. Ezt egy szakmai zsűri ítéli oda minden évben. Mi 2017-ben a születinapokkal, 2018-ban pedig a Háli János Mesefesztivállal pályáztunk, mind a két alkalommal nyertünk természetesen. És pont az volt a célunk, hogy ne egy rendezvényen mondjuk a születinapokkal, amelyben nagy kockázat, azért legyünk őszinték, nincsen, hiszen minden évben nagyszerű programokkal és nagyszerű négy nappal szórakoztatjuk a szekszárdiakat, illetve az idelátogatókat. Azt gondoltuk, hogy minden rendezvényünket szeretnénk megméretni, ezt folytatni szeretnénk majd a jövőben, hiszen van még például mondjuk a Pünkösdi Al és Vadünnep, amit szintén szeretnénk ezen a megméretetésen végigvinni, és reméljük, hogy ők is az a rendezés meg fogja kapni majd ezt a díjat. Ez pedig azt jelenti, hogy nem egy rendezvényről szól a rendezvénynaptára a városnak, hanem több olyan esemény zajlik itt,
amely jó szakmai, sőt magas szakmai színvonalon szerveződik, és nagy társadalmi csoportokat, széles rétegeket ér el, és ebben visszaköszön az, a Hári Jánosban különösen, de minden más rendezvényünkön is, hogy nagyon odafigyelünk, nem csak 2018-ban a családok éve alkalmából a családokra, hanem mi már előtte is ezt megtettük, hiszen nincs olyan rendezvény, nincs olyan esemény, ahol ne lenne kifejezetten a fiataloknak, kisgyermekeknek szóló programpont és esemény, és én azt gondolom, hogy ezek azok a jövőben mutató célok és tervek, amelyek aztán ezeket a rendezvényeket még jobbá tudják tenni. Hát a születi esetében nem biztos, hogy nekünk már a látogatószámot kéne növelni, hiszen 18-ban azért például a szombatilapon megtelt a város, már kicsordult szinte a pohár, úgyhogy itt a minőségi munkát szeretném még tovább javítani és növelni, és beállni egy olyan látogatószámra, amelyet elbír a város. És ebben a sorban, vagy ebben a sorban illeszkedik tulajdonképpen az a elismerés cím, amelyet a Magyar Kultúra Napja alkalmából kapott a Obics Kulturális Központ, és ezen keresztül Szekszárdváros közössége is. És azért fontos a város szempontjával ez a díj, mert a bor mellett a Babics munkája az egyik olyan mutató, és az első olyan találkozási pont, amellyel Szekszárd nevével esetleg sokan találkoznak, amikor rendezvényre, vagy bármilyen eseményre ide látogatnak, hiszen ezeket a rendezvényeket akár kültéri, akár beltéréről beszélünk, a Babics Kulturális Központ rendezi, és egyáltalán nem mindegy, hogy ez milyen színvonalon szerveződik, és milyen szakmai munka zajlik áttérben, rengeteg munka kell ahhoz, hogy ezek a nagy rendezvények ilyen sikeresek és dinamikusak legyenek, és ez a díj is visszaigazolja azt, hogy az a munka, ami itt a Babicsban folyik, nagyon magas szakmai színvonalon folyik, erre lehet támaszkodni, és ezen a munkán keresztül a városról egy abszolút pozitív kép alakul ki azokban, akik ide jönnek, ide látogatnak, és ezt a képet ezt ki kellett alakítani az elmúlt évtizedekben. Ez a díj most visszaigazolja, vagy cím visszaigazolja, hogy ez sikerült, de ezt meg is kell tartani. És ez lesz a jövő nagy kihívása, hogy ezt a címet fel tudjuk tartani, és akkor Szekszárd neve összekötődjön a minőséggel, amely már jelenleg is részben megvan, és ez nem csak a borta esetében kell, hogy megjelenjen, minden másban, például a rendezvények szervezésében is. A mostani minősített közművelődési intézmény címre 3 évig jogosult a központ. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Művelődési Intézet pályázatot hirdetett meg közművelődési intézmények számára minősített közművelődési intézmény cím elnyerésére, vagy minősített közművelődési intézmény díj elnyerésére. A kettő között alapvetően az a különbség, hogy a címre mindenki pályázhat, aki megfelel a követelményeknek, illetve egy pályázaton keresztül be tudja mutatni, és az alpontokon keresztül be tudja mutatni az intézménynek a működését. Ez a cím, ez 3 évre adható. A közművelődési intézmény díj, az pedig gyakorlatilag, hogyha megszerezte valaki a minősítést, akkor utána pályázhat díjra, ebből minden évben egyet adnak ki, és ez örökérvényű. Tehát ezt már nem lehet elveszíteni, illetve nem lehet megújítani. Alapvetően azt lehet mondani, hogy tavaly januárban egy munkacsoportot hoztunk létre annak érdekében, hogy ezen a pályázaton sikeresek tudjunk lenni. Ugye 8 alpontra lehetett pályázni. A kiállítás, a rendezvény, a művelődő közösségek, a közösségi szolgáltatás, valamint a származtatott szolgáltatás. Ezen kívül a táborra, a képzésre és az ismeretterjesztésre lehetett pályázni. Mi ebből a 8-ból 5 alpontra pályáztunk, tehát a kiállítás, a rendezvény, a művelődő közösségek, a származtatott szolgáltatás és a közösségi szolgáltatásra, és ezekkel megkaptuk ezt a minősítést. Ugye itt alapvetően azt kell tudni, hogy januárban mi is létrehoztunk egy munkacsoportot, akik tulajdonképpen egész évben dolgoztunk azon, hogy ezen a pályázaton sikeresek legyünk. Szeptember 15-én adtuk le a pályázatot, majd októberben a minisztérium és a Nemzeti Művelődési Intézet 2 munkatársa a helyszínen auditálta a házat, megtekintették és megismerték azt, hogy az, ami a 126 oldalas pályázatban leírtunk, az ténylegesen megfelel a valóságnak, és örömmel látták, hogy nem hogy megfelel, hanem ezen túl egyébként egy példaértékű intézmény is a miénk, és gyakorlatilag nagyon jó tapasztalatokkal, egy nagyon tartalmas nappal zártuk ezt az auditálást, és ennek eredményeképpen a Magyar Kultúra Napján átvehettük polgármesterről ezt az elismerést, amely az egyik legmagasabb elismerés, amely közművelődési intézményeknek adható. A minősített közművelődési intézmény cím elnyerése után jövőre a Kulturális Központ a minősített közművelődési díjra is pályázik majd, mely kitüntetés már örökérvényű és visszavonhatatlan.
16. alkalommal adták át a Mészöly díjat és a Mészöly emlékplaketteket Szekszádon. A bírálók ezúttal Szvoren Edinát jutalmazták. A Szekszád város által alapított emlékplakettet Jankovics Zoltán vehette át. A Mészöly Miklós Egyesület által 2004-ben alapított irodalmi díjat minden esztendőben Mészöly Miklós születésnapján, január 19-én adják át a szülővárosában. Az elismerést olyan alkotónak ítélik oda, aki jelentős írói, kritikusi vagy irodalomtörténészi életművet hozott létre, vagy olyan alkotásokkal rukkolt elő, mely új utakat nyit a magyar irodalomban. Szkárosi Edre, a Mészöly Miklós Egyesület alelnöke azt mondja, az idei díjazott Szvoren Edina 2 évvel ezelőtt is esélyes volt a díjra. Valóban a feljövő is már irodalmi és erkölcsi értelemben befutott, de még fiatal írók közé tartozik, akinek nagyon szuverén az alkotó írásművészete. Nem feltétel a Mészöly díjnál általában, hogy valami kimutatható köze legyen, de párhuzamosítható bizonyos mészői tapasztalatokkal. Azon kívül pedig, aminek én személyesen is nagyon örülök, hogy egy olyan író, aki nem kizárólagosan, de visszatért a novella műfaj műveléséhez, ami hát egy nagyon fontos, egyrészt a magyar irodalom történet szempontjából, ugye visszagondolunk, kik írtak novellákat, másrészt személyesen pedig az én fiatal koromban, 60-as, 70-es években, még egy kicsit a 80-asban is, ugye a novella egy vezető műfaj volt a megújuló magyar irodalomban. Ez az opusz, ez garancia arra, hogy egyre jobb, nem egyre jobb, egyre több és egyre fontosabb munkákat remélünk a díjazottjainktól, és ha végignézzünk a díjazottjainknak, csak a jelenlévőket mondom, mondjuk a Márton Lászlót, aki az első Mészöly díjas volt, hát nagyon épült az életműve azóta is. Arról is szó esett, hogy az elektronikus média elterjedése milyen befolyással lesz az irodalomra. Szkárosi azt mondja, át fognak formálódni az irodalmi formák, idomulva az elektronikus média adta lehetőségekhez. Akár most a digitális könyvre gondolok, vagy az e-bookra, akár, ez kiegészíti a papíralapú könyvet, ugyanígy az internet kiegészíti a papíralapú irodalmat. Nyilván át is szabja, tehát az internetes irodalom, vagy az interneten jelentkező irodalom szükségképpen át szabódik műfajilag is több okból. Az egyik a terjedelem, hát regényeket azért nem fogunk olvasni interneten, esetleg e-bookon, igen, de ez egy más reláció. A másik pedig az, hogy hát maga az internet közege, az olvasó közönsége más, harmadik műfajilag sokkal rugalmasabb. Tehát az írással érintkező más irodalmi, vagy ne adj Isten, művészeti tevékenységek sokkal jobban összeérnek, tehát a vizualitás, akár a hang belépése, ugye, tehát mindez olyan lehetőségeket ad az internetes megjelenésnek, ami megint csak szerencsésen tágítja a kifejezés lehetőségeit. A díjazott Szvoren Edina a kérdésre, hogy miért pont a novellában talált kifejező eszközre, azt válaszolta, véleménye szerint az írói érettség része, hogy kiki ráébredjen arra, milyen szövegekben tudja leginkább kifejezni gondolatait. Nekem az évek során minden szöveg ebbe az irányba mozdult, és én azt gondolom, hogy jól ismertem föl. Ugyanakkor persze a kis ördög az ott van, hogy az írói út kereséseknek ugyanakkor az is sajátja volna, hogy kimozduljunk, és hogy legyen valami más, valami idegen, és ott beszűrődjön. Nagyon kevés dolog volt, kimutatható hatással talán senki, ilyen nagyon a mély rétegekben megbúvó rokonságok persze vannak, és így Mészöllyel is lehetnek, már csak a rövid próza preferenciájára gondolok akkor is. Sokszor azt gondolom, hogy ezek nem konkrét műveknek a hatásai, hanem egyszerű alkati
hatások, amelyeket én azt hiszem, hogy többnyire írás közben nem is biztos, hogy fölismerek. És lehet, hogy gátolna is, hogyha én ott abban a születés pillanataiban ezt látnám, hogy milyen prózavilágokkal van rokonságom. Szekszárdváros önkormányzata minden mészői napon átadja a mészői emlékplakettet a szellemi hagyaték ápolásában végzett kiemelkedő tevékenységért. A bírálók idén Jankovics Zoltán tartották érdemesnek a kitüntetésre. A PAD irodalmi folyóirat szerkesztéséért, a mészői magas iskola és írótábor működtetéséért és irodalmi munkásságáért. Ugye Mészői fontos Szekszárdnak és fontos nekem is, meg is fontos a PADnak is. Ugye több évvel ezelőtt kitaláltuk Dicső Zsolttal, amikor a Mészői tanyát úgymond meghirdették a Tolnai Extrában, hogy Mészői Miklós tanyája eladó, és azt beszéltük, hogy ne hagyjuk ezt a helyet veszni, egy olyan helyet, ahol a Mészői Miklós alkotott, ott írta többek közt az atléta halálát is. És akkor így kapcsolódik ide az irodalomháza, a Mészői Miklós emlékház is, hogy évente, nyáron itt szervezzük a magas iskolát. Én azt gondolom, hogy ha élek egy helyen, a saját magam életminőségét azt én tudom jobbítani, vagy én tudom megteremteni. És így találkoztunk Dicső Zsolttal, nagyon sok mindent közösen csináltunk az UGH-ban, és kitaláltuk a PAD folyóiratot, és innen datálódik ez az egész. Most már több mint 20 pár éve dolgozunk az irodalomért, mészőiért, a mészői tanyáért, tehát nagyon sok minden közösségi munkát letettünk az asztalra, és próbálunk egyfajta kulturális életminőséget, vagy egy kulturális szint vinni a városba. Hogy mi nem a díjért dolgozunk, persze nagyon fontos az, hogyha megbecsülik és elismerik az ember munkáját. 31. koncertjét rendezte a Babits Mihály Kulturális Központban a szekszárdi ifjúsági fúvózenekar. A három évtized alatt több generáció nőtt fel Kovács Zsolt keze alatt. Az együttes jelenlegi összeállításban várhatóan szeptemberig működik, mert a továbbtanulás miatt nagy tagcserék várhatóak. Azt gondolhatnánk, hogy 30 év gyakorlattal a háta mögött az ember teljes nyugalommal áll a feladatok elé. Pedig ez nem így van. Annyira nem, hogy Kovács Zsolt, aki több mint egy ideje vezeti az ifjúsági fúvózenekart Szekszárdon, most is idegesnek tűnt. Röviden azt mondta, aki nem izgul egy ilyen helyzetben, az pókler. Zsolti bácsi, ahogy a zenekar hívja kezei között, több generáció ismerkedett meg az együtt muzsikálás örömével. Az az igazság, hogy tehát nem tudunk folyamatosan egyenletesen fejlődni vagy működni, mindig vannak generációk. Most úgy néz ki, hogy talán ez az ötödik vagy hatodik generáció, ami a kezdetek óta működik, és hát úgy talán ez a generáció ez most kezd a csúcsra érni, de hát szeptemberben már indul egy erózió, sokan elmennek a meghatározó tagok közül, és akkor újból fel kell építeni egy újabb generációt, úgyhogy igazából mindig az a cél, hogy amikor kialakul egy ilyen viszonylag stabil állapot a zenekarban, akkor azt a társaságot minél jobban fölhozni, amikor pedig ugye egy ilyen generációváltáson, akkor pedig az újabb generációt kinevelni. Az elengedés nem egyszerű, ezt mindenki pontosan tudja, és ezzel a mester sincsen másképpen. Egyrészt az írás a falon, másrészt meg ez, hogy gyakorolni az elengedést a tagokkal szembe, a szülőkkel szembe, akikkel az ember, hát körülbelül egy olyan 10 évet töltünk együtt, mint diák, stb. Nagyon nehéz. Nekem egyre nehezebb.
És bár ifjúsági a zenekar neve, mégis jó néhányan vannak, akinek ez akkor már csak boldog emlék. De valami, vagy talán éppen Kovács Zsolt karizmája mégis itt tartja őket. Ha tudnám a titkot, akkor már tanítanám, és ebből gazdagodnék. Nem tudom. Ebben benne van, igen, én is benne vagyok egyrészt, benne van az egész társaság, benne van az a szellemiség, amit a legelején sikerült kialakítani az akkori szülőkkel, a további szülők továbbvitték. Tehát itt látunk egy zenekar, de ez mögött egy hatalmas háttérország van, kollégák, zeneiskola, általános iskolák, gimnáziumok, szülők, tehát majdnem azt mondom, hogy ez a jéghegy csúcsa, és ez mögött rengeteg munka van, rengeteg személytől, intézménytől, hivataltól. Gyors fejszámolást végeztünk. Közel 500 olyan ember van, aki megfordult az együttesben. Egyszer talán sikerül legtöbbjüket egyszer egy színpadra állítani egy nagy közös koncert elejéig. Amíg erről beszélgettünk, látszott, az ötlet megdobogtatta a Karnagy szívét. Emlékezetes este lenne, azt gondolom. Két nő. Szakonyi Károly legújabb darabját mutatja be a Játékszín Szexárdon. Az idei színházi évad Múzsa bérletének második előadása február 23-án szombaton 19 órakor lesz a Babics Kulturális Központban. A két szereplős darabot Cseh Judit állította színpadra, Nóra szerepében Zsús Kati látható, Edinát Tóth Enikő alakítja. A két nő napjainkban játszódik egy budai lakásban. Kezdődik egy őszi, esős délután, majd folytatódik télen, tavasszal és nyáron. Különös találkozások után kibontakozik keserédes életük, amely egy ponton összekapcsolódik. További információ és jegyvásárlás a www.szexárdagóra.hu oldalon található. Minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!